Akkor nem, de te, ne popadál! Ja, és mit vakálkodom? Meg passzolsz miatt vakálkodom? Na? Megnézem a Schengeret a faszodat, megy! Pakolj ezt a ruhámat! Pakolj ezt a ruhámat, öcsém! Most megmutatom, hogy elmegyek tőled! Emberékű leszel! Pakolj ezt a ruhámat! Ha mit megöltél itt neked, öcsém? Minek egy nyáros hát? Cicello, nem volt. Ó, Simon Puppa, te ide ne tűcs engemet el, én mondtam, akkor te menjél be. Lustom, hogy bemenni, jó asszony. Nem, hagyni fogom, hogy úgy le... Istenem, te, kiben lakok én? Pakolj ezt a ruhámat, elveg, azt meg tudod, akkor tényleg bazd meg. Zsolti, figyelsz rám egy kicsit? Ne használjátok az orrcseppet, még nincs pumpa, mert többet ártatok. Tehát, hogyha az orrcseppet becseppented, még az is váladék. És az is lefele folyik a gyereknek, feloldja a taknyot is kijönni, meg nem fog kijönni. Úgyhogy ne fújját, vagy ne cseppentsetek addig, míg nincs pumpa, amivel leszívd. Érted, amit mondok? Próbáljátok meg hasra fektetni, ugye úgy kidörzsöli magának, nem visszafele folyik, nem öklendezteti. Nem szabad befújni addig, míg nincs hozzá a pumpa, mert a takonyra nem fújhatod rá. Érted? Akkor most potyára kiadtunk 6000-et. Nem 6000-et, 10-et, mert a gyógyszerrel együtt 10-et. Igen. Nem, Ella, ne érgezítsél már Ella! Ó, annyira bizpofász nekem Ella! Hát gyere ide, hallgass meg Anikót, akkor tulom, de a tűz, hát gyere, hallgass meg Anikót! Hát itt van a lányba, bejött, hallgass meg el Anikót, hogy mit magyaráz Anikó. Mindig csak félrebeszélsz, csak húzod az orrodat. Tényleg nem volt el a gyógyszertárba, csak orszívó. A porszívós volt csak, nem adtak a gyógyszertárba pumpásat. De arra kérlek, hogy még nem vesztek orszívót a kicsinek, ne cseppents a cseppel az orrába, mert több kárt okozol. Ugye jól termelődik a nyálkahártya, nem fog kijönni magától, azt ki kell szívni. Na, most minek vetted meg, aminek mentél be? Akkor most így ki a 10000-et. Isten, őbe kiment 10000. Hát nem mindjárt, azt hiszük, hogy van pumpa. Na, hál' Istennek, fogas Maritám, ja? Hogy tetted szokjuk a gecide? Fogadni fogok. Akkor hallod, hogy mi a picsárkú egyek neki orszival? Ella! Be? Van a számlán pénzt, tudtok orszívót venni? A Reni is utalt meg, már itt valaki még írta, úgyhogy tudtok porszívót venni. Ha csak porszívósat kaptok, az is jó, Zsolti, mert ha szájjal már megszívod, az is jó. Érted? Ha nincs porszívód, de szájjal megszívod a csövet, az is leszívja neki. Hiába mondod nekem, Anikó, Ella nem érti. De te érted, amit mondok. Hát most hiába én értem, Ella meg vergődik a bajtú, meg ugat, mint egy kutya bajtú, ha Ella nem érti. Mert aggódik, mert nem alszik napok óta, fáradt ő is. Hey, mindenki küld mindent! Ennyit most tudtam segíteni, próbáljátok most... minél többet hasra fektetni a picit, jó? Köszönöm, Anikó, köszönöm, Anikó! Köszönöm! Köszönöm! Hát, tudtam, hogy szíjjel töröd! Pacsára ki te! Ó, Istenem! A minek az? Hozzá van csinom! Hát, csak egy patika van nyitva! Egy patika volt nyitva! Ella! Ne idegesítse, Ella! Szedd ezt a ruhámat, azt megtudod, akkor tényleg ember nélkül itt fogod tenni fujába! Hát ne idegesítse, én magam a csaucsaj! Hát mi van te így, baszd meg! Na látod, nem szeretem! Ember! Ne idegesítse engemet! Ne idegesítse engemet! Ha visítálják! Hát nem visítálják, mert a patogom, mint a kutya! Vettem, mentél, vettem, mondtam, hogy gyere, mondtam, hogy gyere. Nem jöttél, ne ugassál nekem, ebben nélkül maradt. Ha mondtam, hogy egy puszikám, mondtam. Jó, ma hagyod be magadat, hagyod inkább magadat, Ella. Hé, mama, szállj, nem tudom. Nem, számmal nem tudom, ott. Menj le, pattogjál, mert mondom, hogy pattog a bajtú. Figyelj ide! Ellenek nem értek, hogy kell gondolkozni! Egész
nappal itt volt előtt a világság nappal. Hát hogy mondják, szalad el ilyenkor éjszakam, kerültem út a nappal. Jó, mamá, hagyd el nekem békémet, Ella, hagyd el nekem békémet. Nézd, hogy kicsi. Tessék, azt mondod, ki szavaz? Ó, te hagyd már magadat, jó asszony. Egyébként 6 éves korig valam. Milyen egyébként 6 éves korig? Gina, te annyira, te, Gina! Gina! Én a telefonon a színját tudom, Gina! Milyen egy éves kótú való az te? Hát olyan a szemtelen nőtt! Olyan szemtelen vagy te is! Te vagy itt a család felbújtója, Gina! Hát nullás kótó való az öcsém, Gina, mit variálsz te itten? Hát milyen iskolában ezt játsz? Hát nem tudod olvasni. Mi vagyunk a bolondok, te ő az? Nem, a patikáros, ügyeletes patika nem tud olvasni, mert az hülye. Egy hülyét állítok a pénztárhoz. Igen, igen. Jó, van, te okosasszony vagy, a patikáros okosabb. Ne idegesíts el, ne idegesíts. Te kaumában akartam magamat két évig nem látva, három évig pász megy. Fájra fogolok, te beleintem, sehova nem fogoljon, intézeti kutya. Meg biztos nem engedlek sehová. Most honnan tudtam, hogy most van a patikában, vagy nincs a patikában az a pumpa? Ne idegesíts el, már jó asszony. Neked van igazad, hallgassál, nekünk be kell... Te szerinted, te, ne dumáljál neked, te szerinted, én nem voltam ideges, hogy azt mondta a csaj, hogy nincsen pumpás. Nincsen, csak faszás van. Hát azt tudod csak, jó asszony. Itt már vagyok, vizék a láj volt, de ahol tudom, hogy nem láj hoztatul ebbe a házba. Nem, neked is ilyenkor jön a éjszaka minden, Ella. Ilyenkor jön a éjszaka minden. Jauri, jauszki, vapadok. Menjél meg neki, tehát Ella, én foglak innen kidobni. Gyere, dobják, akkor kimegyek. Szóval nagyon el vagy már merülve. Anyukám, hát nem engemet kell lesz egész nap. Nyilván van, téged lesz, milyen faszok. Igen, azt lesz egész nap, mint hogy csinálom, hát én nem értem, de én már reggel mondtam neked. Vegyünk kóvaszívót. Majd. Látod most a majd búmi lett? Ja, mindjárt kiadtuk Isten. Mindjárt adtunk ki 6000-et, igen. 10000-et ingyen adtunk ki. A jó Isten égessen reggel. Égessen téged el a jó Isten, ne engemet égessen, téged égessen el a jó Isten. Hogy forrá. Látod, ezért nincs ebben a kis kunyhóba szerencse. A te átkozódásod véget, Ella. Ahogy te átkozódol, olyan szerencsé nincs ebben a kis házban, a te átkod miatt. Most ki tudta, hogy hagyjanak a békémet, jó asszony. Hát azért patik, hogy lett fogom bent, hát nekem nem, de te, ne pofázzál. Ja, miért mit vakálkodom? Melyik passzalt miatt vakálkodom? Na? Melyik nézem a sengeret a faszodat? Melyik? Pakold össze a ruhámat! Pakold össze a ruhámat, öcsém! Most megmutatom, hogy elmegyek tőled! Emberékül leszel! Pakold össze a ruhámat! Ha mit megöltél itt nekem, öcsém? Mindenki gyár a szád! Neked gyár a szád! Hát akkor mondtad! Ne idegesíts el, tényleg ne idegesíts el! Neked kellettem felállni! Gyere, bemegyek feled! Nem, oda vagy betonozva az ágyhoz! Hát álljon már maga benne, töcsém! És neked gyár a szád? Nem éjszaka kell gondolkozni! Mely nappal mondtam neked? Mutítsam a bugyimat, kíváncsi vagy rá, nézd meg az anyádét. Mutasd meg neki, hát csak egy a kirakod be... Adok neked olyan megmutatást. A szőrömet is meg akarod nézni, hogy milyen a szőzetem ma? Na dugulj el, faszopau! Ezt a nagyfokú Zsoltit egyasszon se bínák ki, tudjátok milyen dőzsös hullék kutya?
Ezzel kérdeztetek lenni, takarítani anyukám, nem mellettem ül egész nap. Ja, van csorba, menjél, mesenkerezzél a basszauintot. Mesenkerezek, nem tetszik? Pakolj össze, menjél! Éj, szúlok le, úgy leszek, mint a tévében. A rák lenne veled, ami burítsa azt a rothadt fogadat. Lenyaltad a fejemet? Azt hiszem, hogy lássátok, milyen szép állat, mégsem egye, az erőszakos kutya. Már nincsen, ahova menjen a helyen kutya. Neked van, hova menjél, papagáj? Neked van, hova menjél, papagáj? Hát ilyen embert nem kapod a világot. Szép állat vagy. Jó állatoké vannak meghalva sok. Jó, ne pofát, nem mondtam, vagy rámadom, vagy akkor vége? Na dugulj el, faszopau! Csorbafogra gyűjtünk! Aki szeret engem, csorbafogra gyűjtünk, küldjétek már a Covidot! Mondtam neked valamit, A rozsdát hagyd szedessem le már a fogáru! Én mondtam neked valamit, látod? Ja, te! Ezzel kérdezhetek lenni, takarítani anyukám, nem mellettem ül egész nap! Ja, van csorbaf, menjél, mesenkerezzél a basszauintot! Mesenkerezek, nem tetszik? Pakolj össze, menjél! Éj, szúlok le, úgy leszek, mint a tévében. Szúljál, mivel szúsz le, jó asszony? Majd meglátod, műfog. Mivel szúsz le? Hoppiszkálóval? Pámpifogra gyűjtünk, küldjétek a Covidot, meg kilépünk. Bugyira gyűjtünk, bugyira. Bugyira gyűjtünk, meg szilikonra. A zsíros fogra gyűjtünk, ilyen fog, a hús lesz ilyen fej. Ilyen ember meg hús lesz neked, mint én vagyok, anyukám. Kapa fogra gyűjtünk, Ilyen ember meg hús lesz neked, mint én vagyok. Köszönöm, küldjétek a Covidot zsíros fogra. Küldjétek a szilikon mellett is, küldjetek. Köszönöm szépen, az úr áldjon meg benneteket. Én meg benne gyugok, te utat szíjjel meg. Pápi fogra gyűjt. Egész nap, én azt tudom, hogy merre vagyok, kómában vagyok. Ha nem bánom, már reggel mennék ganézni. A ganéz szaktuk, kipihenem az agyamat. Ma megnyomtad a gombot. Nem nyomtam, meg minek nyomtam? Hát akkor dobd kezdve rázézzel, tudod, ami. Hát, ha mi van vele, gyó asszony? Hát tizenő sipót. Anyám, add el a házat, te! Add meg ide magamnak! Feldugom magamba, nem akarod, hogy egybűbe sziklázik ez a rázmérő! Nem feleség! Egybűbe lángol! Még a higany is felrobban benne magamba, feldugom! Hát nem is használjuk, hogy sippol ellen! Hát minden sippol ellen nem használ? Hát milyen kettjere ahol ez? Az már csak akkor zavisz. Én figyelj, tudom az asztal mindjárt. Mondd meg mamádnak, hogy megkötölem, mert holnap iskola mamádnak is. Hát mit kérte magáról mama? Ma azt mondom csak... Ellen neked nem lesz holnap iskola? Takarodjál már lefelé innen! Akkor nem, de te, ne pofázzál! Ja, miért mit vakálkodom? Melyik passzaut miatt vakálkodom? Na? Melyik nézze a mesengeret a faszodat? Melyik? Pakolj össze a ruhámat! Pakolj össze a ruhámat, öcsém! Most megmutatom, hogy elmegyek tőled! Emberékül leszel! Pakolj össze a ruhámat! Ha mit feltöltél itt neked, öcsém? Mindenki egy járosszát? Itt a fürdőszoba. Lássátok? Ez a fürdőszobánk. Összkomfort a családi házban. Így van, napsugár. És itt a fürdőszoba. Bizony.